erre a dologra, tárgyra, vagy szoftverre, applikációra, akár a telefonon, tényleg van-e igényem? Hogy ez tényleg hozzáadott érték az életemhez, vagy csak egy olyan funkciót lát el, ami egy szokásomat úgymond kielégíteni. A kevesebb több. Igen. Mit is jelent ez? Hát valójában azt nyilván, hogyha mondjuk az esetemben nyilván ebből tudok kiindulni a példából, hogy milyen egy olyan életet élni, amikor bele van szövődve ez a hírek, a könyvek, a mindenféle információ, amit mondjuk kívülről próbálunk fölvenni, vagy akár már csak a Facebookot nézzük, akkor ott is rengeteg olyan sztori, meg bármilyen dolog, ami próbálja megmondani azt, hogy milyenek legyünk, milyen dolgokra vágyunk, miket szeressünk, vagy már csak az ismerősöket nézzük, hogy milyen nagyszerű mindenkinek az élete, aki ott éppen megmutatja ezeket a dolgokat, és tényleg ugyanúgy ez a szép az egészben, hogy van mindennek helye, de ez megint csak olyan, hogy már az első lépés tévedés, hogy kifelé indulunk el, hogy valamilyen információt szeretnénk, vagy bármit, szóval maga ez, hogy próbáljuk valamilyen szinten azt a jellegű információ éhséget betölteni, de nem kérdőjelezzük meg azt, hogy honnan jön ez az információ éhség. Szóval sokkal inkább a forráshoz visszatérni, hogy nem betömni azt a lyukat, hogy fú, akkor most valamit muszáj csinálnom, hanem azt megfigyelni, amikor jön az a jellegű kényszer, és nálam is akkor volt meg ez a jellegű váltás, amikor például, most csak egy ilyen egyszerű példa, gyülök a gép előtt, és akkor látom, hogy például elakadtam valamilyen feladatba, és akkor természetes módon jön az a kényszer, hogy akkor valamilyen jó érzést gyorsan, és akkor megnyitni a Facebookot, de mi van akkor, hogyha ezt nem teszed meg, hanem egyszerűen csak megfigyeled magát ezt a működést, megfigyeled magát ezt a kényszerességet. És ez olyan módon tud megjelenni, hogy lehet, hogy nagyon zsizsgő-pesgő dolog lenne, de egyszerűen csak még azt is megfigyeled, és hagyod, hogy aha, most látom, hogy az a működés fut bennem, hogy pont, hogy muszáj lenne megnyitom valamit, és lehet, hogy meg is nyitnék valamit, de most nem teszem meg, nézzük meg, hogy mi történik. És persze ez is lehet ellenállásból, vagy lehet kíváncsiságból cselekedni ezt az egészet, és az esetemben tényleg ez volt egy ilyen elindító pontja ennek az egésznek, hogy fölismerni azt, hogy van egy ilyen kényszer ebbe az egészbe. Igen, a fejekbe előmerülhet az, hogy legalábbis én a saját életemben biztos találkoztam azzal, hogy valójában nem hittem el, hogy ez egyszerű lehet az, amire pontosan és tökéletesen vágyok én például. Tehát, hogy nem hittem el azt, hogy a kevesebb tényleg lehet úgymond több. Pedig lehet, sőt, még mennyire. Mesélj erről, légy szíves, valamit akár ilyen konkrét példát, vagy élethelyzetet, hogy mi az, ami nálad ez hogy jelent meg? Szerintem tudatosan ez akkor indult nálam, amikor kiköltöztem Ausztriába, és egyedül szándékoztam megvetni a lábamat kint Bécsben, és akkor elhatároztam, hogy minden olyan információ, háló, ami akkor engem így behálózott, hírek, akkor információs csatornák, ilyen-olyan módon, írásban, hangban, akár rádió, vagy a YouTube-on követett tartalmak, azokat így leépítem. És ez, ha fogalmazhatok így, akkor odáig fajult, hogy ezt konvertáltam, vagyis hát tovább vittem, és a lakóhelyemből is minden olyan dolgot vagy elajándékoztam, vagy eladományoztam, vagy hazavittem, tehát ugye a magyarországi lakásba vittem, amire úgy éreztem, hogy valójában csak egy extra, de felesleges dolog. És szerintem ennek nagy szerepe van a minimalizmusban és az egyszerűségben, hogy megkérdőjelezni azt, hogy erre a dologra, tárgyra, vagy szoftverre, applikációra, akár a telefonon, tényleg van-e igényem? Hogy ez tényleg hozzáadott érték az életemhez, vagy csak egy olyan funkciót lát el, ami egy szokásomat úgymond kielégíteni. Kell egyáltalán az a szokás? Hát igen, és ezt is érdemes tényleg megkérdőjelezni, és ugyanúgy lehet használni a Facebookot, vagy Instagramot, vagy bármit tudatosan, csak hát ez a kulcs, hogy tudatosan teszed. És például, most megint az esetemben, ez tényleg úgy működik, hogy például Facebookot
tudatosan használva, hogy fölmegyek, megnézem, és lejövök róla. És ilyen módon tudatos a folyamat, szóval nem egy ilyen automatikusan végigfutó dolog, és már csak azt veszem észre, hogy fél órára tudattalanul scrollozod az egészet, hanem inkább az, hogy oké, például a Messenger-t is, hogy érdemes kikapcsolni mindenfajta értesítést így Facebookon, meg a Messengeren is, és akkor utána úgy, hogy oké, akkor napi szinten megnézni egyszer vagy kétszer. És ez teljesen másfajta minőséget tud behozni, ha nem egy ilyen folyamatos csekkolásá válik ez az egész, hanem tényleg az, hogy oké, akkor most Facebookozok. Szóval ezt az élményt nem az van, hogy csak úgy egyszerűen belefutsz az egészbe, hanem úgy, hogy oké, akkor fölmész, megnézed, és lejössz róla.